Ebben az évben is elérkezett az advent. Mi is elkészítettük saját adventi koszorunkat, hogy megnézzük, mennyire van könnyű dolga annak, aki ezzel otthon próbálkozik. Elérkeztünk az advent első vasárnapjához, amitől számítva hivatalosan is beléptünk, naptár szerint is a karácsonyi ünnepkörbe, ami egyébként majd január 6-áig, azaz vízkeresztig tart. Az advent pontosan a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Korábban szokás volt ebben az időszakban böjtöt tartani, ami alatt nem csak a húsfogyasztása volt tilos, de tiltották a zajos mulatságokat is, olyannyira, hogy még az ünnepélyes házasságkötés sem volt engedélyezett ebben az időszakban. Bár azért az utóbbinál volt egy kevés engedmény, kivételes esetben a püspök engedélyezhette. Az ünnephez köthető ma élő legismertebb szokás azonban az adventi koszorú készítése, amit mostanában leginkább házilag végeznek. A Szintia virágüzletben Levi és Bence abszolút szakszerű segítségével úgy gondoltuk, mi is kipróbáljuk és kicsit le is teszteljük a nehézségi fokát, hogy valóban az-e, vagy csak kreativitásra van szükség. Kezdjük az alappal. Ma már széles a választék, hogy ágakból font, fenyő, toboz, esetleg gyerekeknek is könnyen díszíthető hungarocell, moha vagy szalma koszorút dekoráljunk ki. Mi az utóbbi kettőt választottuk, azaz választotta nekünk a mester. Itt van egy csomó méret. Szerintetek melyik lesz a jó, melyikhez? Szerintem ez. Az? Ez szerintem szépen. Szivárványos. Vagy szirálványos. Hát egy ilyet, egy olyat csináljunk, jó? Az melyiknek legyen szerinted? Ezeknek a gyertyáknak, vagy ezeknek? Csinálunk kettőt, egyet ilyenből, egyet meg ilyenből. Na akkor ez ennek. Jó. Ezek pedig ennek. Igenis, visszatettük. A kiválasztott alapokra pedig kerüljenek fel a gyertyák. Ma az adventi koszorúnak 4 gyertyája van, és számtalan formája, színe ismert. Hagyományosan a gyertyák színe katolikus körökben lila, kivéve az utolsó negyedik vasárnapra jutó gyertyát, amely rózsaszín. Ebben az olvasatban a gyertyák az Ádám-Éva párt, a zsidó népet, keresztelő Szent Jánost és Szűz Máriát jelképezik. A mi egyik koszorunk is ez szerint készült, hiszen ez a legismertebb. A másik koszorunk gyertyáinak színét arra az elméletre építettük, miszerint a 4 hét 4 erény és 4 elem próbája a léleknek. Így lett tehát az első hétre eső igazságosság és tűz próbájára eső piros gyertyánk, a második mértékletesség és vízelem próbájára eső zöld gyertyánk, a harmadik bátorság és lég próbájára eső kék gyertyánk, és végül a beavatás, bölcsesség és földpróba gyertyája a rózsaszínű gyertya. De csapjunk is bele az első tényleges lépésbe. Először is szükségünk van 4-5 centis drótdarabkákra, amit a gyertyákba félig beleszúrva, utána a koszorúba is beszúrhatunk. Így kerülhetnek helyükre a gyertyák, persze dalolva mindez sokkal könnyebben megy. Hogy ilyen drótot, verjem. Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú, azért vagyok szomorú. Úgy tudjuk beleszúrni könnyebben, ha egy fogóval megfogjuk, felhevítjük, és így szinte beleolvasztjuk a gyertyába szúrás közben a meleg végével. Ha visszaszáradt a viasz a beleillesztett drótoknál, akkor kerülhetnek a koszorún helyükre a gyertyák. Hogy milyen sorrendben egymás mellé egyesével vagy kettesével, hármasával csoportosítva, az csupán az ízlésünktől függ. De vigyázat, csak óvatosan! Ez lesz a karácsonyi. Kitörtem. Oh my man. Az drótozott meg új. Na jó, semmi baj, ilyen mindenkivel megesik. Egy kis illesztés, egy kis meleg viasz, de leginkább egy új drót segíthet. Viszont a drótokkal is óvatosan, hogy miért? Figyeljenek csak. A bölcsész agyammal én szerettem volna visszacsinálni, amit elrontottam, és ez lett belőle. Még tovább rontottam. Semmi baj, Vivi. Egy kis viasz, egy kis drót. Na jó, most csak vicceltem. Ilyen esetben viszont annyi a szerencsénk, hogy mivel a forró drót a hőtől fertőtlenítve lett, így ilyen balesetnél nem kell félnünk a további fertőzéstől. Van még egy másik módja is a koszorúba szúrásnak. Ez talán egyszerűbb, de a szálas gyertyánál ez nem volt kivitelezhető, mi pedig azt szerettük volna, hogyha arra is látunk egy megoldást, szóval most lássuk akkor a könnyebbik verziót. Ha visszamegyünk az időben egyébként, akkor az első adventi koszorút csupán a 19-20. Század környékén leljük meg. Az elsőt 1839-ben egy német evangélikus lelkész készítette el, de ekkor még 23 gyertyával. Most már ezt inkább adventi naptárnak neveznénk. Ha ez is megvan, gyakorlatilag már csak a díszítés marad hátra, attól függően, hogy mit szeretnénk. Mi a szalagokkal kezdtük a válogatást?
Utána pedig jöhettek az apróságok. Az interneten milliónyi ötletet találunk, gyakorlatilag a képzelet és a pénztárca szabhat csak határt eszközeinknek. Fahéj, csillámpor, minitoboz, apró üveggömbök, ezek voltak a mi eszközeink. Apropó csillámpor, ha azt szeretnénk, hogy a helyén maradjon és ne hulljon le utána, célszerű beragasztózni a helyét a koszorún, ahova a csillám kerülni fog. A legegyszerűbb egyébként a szórófejes ragasztóval művelni mindezt, de más is megteszi, hiszen ezt ugye máskor nem nagyon tudnánk használni, maximum egy picit egyszerűbbel a dolgunk. És készen is vannak a remek művek. A gyertyákat hagyományosan vasárnaponként gyújtották meg, de már az is elfogadott, hogyha szombaton este kerül mindenre sor. A lényeg, hogy hétről hétre csupán egyetlen egy gyertyát gyújtsunk meg, tehát minden héten egyel többet. Az összes csak karácsonykor éghet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor. Boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek!